Szevasztok, üdvözlök mindenkit, az én nevem Alien. A mai napon ismét egy Black Ops 3-as videóval készültem nektek. Először egy kis helyzetjelentés, ugyanis a Deus of Summer event keretein belül dupla kriptokét kapunk az Uplink és ebből a kidobós játékmódba. Ugye kis gyors talppal Deus of Summer, ugye a készítők kitalálták, hogy minden évben a nyári hónapokra különféle extrákkal készülnek mindegyik kodba, vagyis majdnem mindegyikbe. Ez főként az újakra igaz, tehát a Black Ops 3, az Infinity Warfare, és ugye most a legújabb a WW2-es kapta meg ezt a teljes Summer Eventet. Annyit kell tudnotok erről az eventről még kis gyors talpalóba, hogy nem mindegyik Call of Duty-ban találtok teljes Days of Summer tartalmakat. Ugyanis a készítők kitalálták, hogy ugyan mindegyik kod beletartozik majd meg a Deus of Summer Eventbe, de mindig a legújabb kod kapja meg a teljes nyári tartalmakat, legyen az kamó, fegyver, kiegészítő, esetleg ilyen kinézet. Black Ops 3 egy dupla kriptokés eventet kapott a Deus of Summer keretein belül. Ez azt jelenti, hogy ugye a kidobós módba minden meccs után 2 vagy 3-szoros dupla kriptokét fogtok kapni egészen augusztus 17-ig 10 óráig. Na most kezdjünk bele a miért videóba, ugyanis úgy gondoltam, hogy már ismét csinálok egy lányinagazos videót. Ehhez most bemegyek a Black Marketba, és ugye mostani szupli dropos dolog az felezést adott, tehát 0,5%-ok lejönnek a ládákból. Ez esetben ugye a kék lábákból, és úgy gondoltam, hogy nyitok egy ilyen lánydagas videót megint nektek. Na nézzük akkor, hogy mit ad. A 30 kriptoké, most akkor ezt felhasználjuk, ezt a 30 kriptokét. Hello Jacket. Na, megkaptunk egy setet, Strike Force, Calling Card set, hát igen. Ezt sokat nem használjuk, most jönnek a kriptokéjek. Fegyver, kamó, beállás, de... Jó lenne, valami fegyvert adna be, hiszen mindenek előtt két utolsó fegyverre pályázom. Ezt most nem is mutatom nektek, kreált használ. Van itt nekem ugye két hiányos cikk. Ez a class field, vagyis titkosított fájl, ugye ez a Galil, a régi Black Ops 1-ből. És a Light Machine Gun az utolsó, ami titkosított alatt van a Rare PK, ugye ez csak Black Ops 1-ből van természetesen, ugye a legtöbb fegyver most idén a Black Ops 1-ből vettek át. Van egy-két furcsaság is, de a legtöbbét azt vettem észre, hogy a Black Ops 1-ből vannak ezek a kis RPK, és sok skúrós pityú, úgyhogy nézzük meg, hogy itt ad nekünk továbbra is a Black Market. Valami dolgot adhatna. Erre a két fegyóra pályázok. Jó lenne ezeket beadni. Ez a srácok! És beadta a Galil. Fuhú, bakker. Ez a tervezők meghallgatják az imáimat. Beadta a Galil fegyvert. Ez az első a fegyver, ami úgymond hiányzott a gyűjteményemből, úgyhogy majd ki is fogjuk próbálni. De menjünk most tovább, biztos a Galil is megvan a kettő fegyver közül, lássuk a többit. Bar Shield, ez egy taunt a csajhoz, ugye a hozzáhez a batterihez, jelentek a akkumulátorhoz. Itt az annyiból van, hogy konkrétan a grátokat lő föl, és akkor így szétrobontja az ellenfelet. Hát mindegy, ez meleg van, úgyhogy szerintem duplikálni fogjuk. Nézzük tovább. Célkereszt, taunt, hát ja, jönnek itt a dolgok. Gyerünk, már csak az RPK-kel kell, Gorgon. Ami még engem érdekelne, az a Firebreak, ez a Knight Camo, ugye a testhéhez. És a Reaper az adta be, de mondjuk, hogy esetleg azt is beadja. A másik, ami még érdekel, Transgression, egy ilyen kaszásos kártya kollekcióból. Reméljük, hogy azt is be fogja adni. Paradise, hát igen, ez a Prophethoz egy ilyen fejtéma konkrétan, egy paradicsom talán.
Hát ez nem sokat segített. Kamó, kamó. Monster Click, ez meg egy ilyen common kártya. Akár a head goes. Na, nézzük, hogy mit ad. Swindler kamó RK5. Ez egy animált kamó. Meg van a legtöbb fegyverhez. Gyerünk. Monokróman is egy animált kamó. Hát ott ilyen kínai, japán jeleket tesz a fegyverre, ilyen korróziós színezéssel. Hát nem tudom. Ugyan, etching, scoped, archion. Hát, ja. Jó lenne, ha izét adnál be valamelyiket, amit Zolik beadtad, tehát mi az residency, és ilyen izét, pink kamót, nem biztos nem fogom használni. Hogy ne Halcyon, és a Vartorn vlog. Gyerünk, kettőt. Hú, BBSR 51, ahogy az angol videóban mondják. Ez egy ilyen dupla csöves sniper puska, de ez is meg volt már nekünk. És az egyik ilyen bribe alkalmával pont ezt húztam ki, ami egy triple play volt. Úgyhogy ő is duplikálásra fog kerülni. Egyébként a snipereket nem nagyon használom, úgyhogy szerintem ő ki fog maradni a használból. Koponya. Koponyás ilyen embléma. Hát, ilyen nem izgatja. Gyerünk. Van jó, aktív kamó. Ilyen, ja. Tehát az a lényeg, hogy ebből a három. Most már megvan a Galil. Úgyhogy most be kéne adni legalább kártyát, Oprahead. Queenhoz. Jó lenne, ha beadná. Jó lenne. Jó lenne. Timber kamó, pixel kamó. Ez a simán a kék lárgával a rare-be is ilyen kamókat. Tehát most ez nem tudom, hogy a rare-be. 10 deká kamó. Nice. Jobb kéne. Gyerünk. Majdnem jó. Ebbe a szintet kéne már csak az RPK. Szelmét az meg egy ilyen Disney-s féle ilyen ikona spektrére. Hát, ilyen kinézet. Ez hülyeség. Northwoods. Egyvernek a történtának a variánsa. Hát, és nagyon használtam ezeket a fegyvereket is. Intensity Camo, Raven Nomad. Nem tudom, ilyen feketés, hát nem egy nagy szám, Sunshine kamó. Hát, semmi nagy szám. Clash Rhino Emblem, hát meg Deca. Hát, és nagyon tetszik. Valkür. Pixel Dingo kamó. Hát, ez egy nagy szám. Mindenféleképp az értéke kéne. Amikor van, de ilyen zöld a robotra. Érdekesen néz ki. Ilyen zöld inváziós címfilmből lenne valami. Hát igen, a kártya kéne, a fegyver, az RPK, meg az a... meg az a téma, a nomád, nem a nomád, az a Firebrick, ez a skin. Just a sprinkle of sugar. To keep it coming back. Még ott volt az anyját a narancsára, tudod már fél sikert. Totally genuine. Totally not an honor. Gyerünk. Hydro Reaper Bandit, azt se sokat használtam az igazság. Hát ezeket nem lehet védeni. Egy sincs kis kamó. Hittem, hogy ez beadja. Hát jó lett volna, hogyha... Most nem akarja ezt a kártyát se adni. Ezt a hiperes kártya, basszus, ez mi birkás kártya, nem egy már. Ez nem nagyon sok kellene nekem. Gyerünk, buszkud. Ugye egy nyílt fegyver. Ez egy ilyen Mad Max-es stílusú vagy feelinges fegyver. De ez is megvolt nekem, ez mi a medvés kártya valószínűleg. Meg a TCR fegyverre egy ilyen villámos animált kamó. Hát az is meg volt már, úgyhogy... Jó, Jailbird. Variánsok esnek.
segetnek. Bombletket. Ajjaj, akarja csak adni a sajzét. Bortos a jövőhez. És anyag fogom használni szerintem. Azt a nyambat fegyverbe adhatnál pedig. Jaj, akasi. Japán ilyen feje a Spectre-hez. Na, egy Star Wars-os calling card-nál. Nekem az RPK-t tudni akkor is. Action Master. Ez jó van. Sem fogjuk használni. Jetlock. Hive Spectre. Hát az ugye a frissítés volt, az a Swarm frissítés. Hát ez ilyen animált fejkamó, de hát ez se egy nagy szám szerintem. Nagyos, hát ez meg a... Hát ez az ilyen bemutató trailerben volt benne, ez az ilyen Frankenstein-es profét skin. Csak nem akarja ízét beadni, Walker. Things worth more than all your other shit. Yeah, I'm coming on my buzz for any of these low lights, should take it. Dino Grander Master. That's why you came to me. Dino irányító mester, úgy. Ritual, come on, jó. Anyway. Don't sell too many of these. I'm closing shop early today. Hát ez eddig nem sok. Goblin King előket is beadtam át. 5 ládák maradt, srácok. Hát nem tudom. Biztos, hogy bead valami jót, tehát így. Come on, you gotta be happy with that. F-stop. Csak nem akarja beadni egzét. RPK-t ad be. Meg ebben azt a nyombat kártyát. Na ilyen poker face, ja. Fegyvert adjál, fegyvert. Ice camo, hát basszus. Hát srácok, utolsó láda Crypto Keyből. Hát csináltak, semmit nem adott. Semmit. Egy galit beadta. És ugye, hát ugye maradt egy kis kriptokéjünk. Ezt is fel fogom most használni, hogy mit ad. Úgyhogy sajnos nincs mágzénk. Hogy a kriptokéjek maradnak. Mert itt válkam volt, tényleg ez az LK9, nem is használom ezt a fegyvert. És ehhez adja be a kamót. Nomád Road, nem fogom használni. Void Purple, Embryo. Srác csak nem akarja adni. Poseidon. I should definitely ask for a higher cut. Bingo, köszönöm, nem fogom használni. Ezt is kamót. Az, amit körülhetünk, azt kéne.
Just a sprinkle of sugar. Az epic az a narancssárga, ugye az adja jó dolgokat. Got some good stuff in stock today. Na, srácok. És ugye maradt 10 ilyen kis izénk. Mondtam, hogy pörgessük a kommunádát is. All sales fine. Lássuk, hogy abból is mit ad, mert volt már olyan, hogy nem maradt a dolgoknak a... Igen, kamo. Ah, igen. Karácsonyi kalinkat. Hát srácok, sajnos nem adta be. Már láttam, hogy is fogja beadni az RTK-t. Kell volna, ezek a témák tényleg komolyan, hogy... Más ledolt lett volna. Látjuk, hogy kicsit pörög a izé, a fegyver, amit pont kell, akkor be fogja adni. De úgy látszik, hogy nem... pont azt pörög, nem akarja beadni. Nagy spektre. Hát volt már olyan csoda, hogy ebből is beadta a kommunáldából. See? That's why you came to me. Fej. Wow. Hát, ez good család. Hát, nem ad. Hát, srácok, nem adott semmit sajnos. Duplikálunk egyet. 13 epic legyetek, abból biztos be lehetett volna adni a hizét. Be lehetett volna adni a fegyvert, hogy a kalaminkát ott, de hát úgy látszik. Nem adta. Úgyhogy hát sajnos. Sajnos srácok nem adott semmit. Majd saját adott, de hát sajnos ez az csak a fele volt, amit akartam. Ugye duplikálgatunk, és akkor úgy gondoltam, hogy ezzel a videóval összekötöm a teszt, tehát leteszteljük a fegyvert 540-t, és akkor úgy gondoltam, hogy kipróbáljuk az új fegyvert, amit kaptunk, mert tényleg elég sok fegyverem megvan, de mondtam, hogy az utcsó ilyen állítogatóssal beadja. Hát Balilt, igen, Balilt adott be. Attachment, hogy semmi nincs még. És akkor tegyünk rá valami kis kamót. Cherry Freeze, ugye ez volt a limitált kamó, amit kinyitottam múltkor. Cosmic, ez nem tudom most milyen. Dragon Fire, hát ilyen. Nekem a felítélt szimonim jut ebből az eszembe. Ilyen Natsunak a tüze. Dragon Fire, hát Topaz, és ezek a zombihoz jártak, Zombies DLC-hez. Hát, de ott legyen a champion, mert az nagyon ritka kamo, és ez nem mindenkinek van meg. Blackjacket-et betesszük. Rekkert, tesszük rá ezért. Dante-upot. De meg, hát nem tudom, srácok. Az igazság, ez a ráta is elég vicces egy fegyver, de itt már összes ilyen mír úgymond megvan, de hát ugye speciális, ez a balisztikus kés, ezt most pont nem használtam még, csak beletesszük ezt is. Az ilyen Natsunak a tüze, az a Dragonfire. Termájtunk, és legyen akkor két ilyen trophy systemünk. Az olyan jó. Úgyhogy nézzük akkor, hogy hardcore, hoppá, srácok, van hardcore playlist. És ha még be is dobja, akkor még jobb. Hoppá, srácok, ez az. Tudnék, érdemes a fegyvereket hardcore-ba kipróbálni, mert sokkal jobban tudjuk őket húzni ezáltal.
ezt a galilt hardcore-ról fogom kipróbálni. Egy ember, egy lövés. Úgyhogy rosszul nem járunk szerintem. Vagy most nem tudom, most nincs meg az RPK, nem egy nagy szám, de... Hardcore team deathmatch. Ment a galil. CDP be advised, Black Ops are in the AO. Ez a balisztikus kézidrát, az egy ügyesség szerint, na, nem is haltunk. Ez a Black Ops szerint elég jól ítelt. Ja, jó. Ötös nincs rajta sajnos, de mi is elég jó szerintem. Bam! Hoppá, mi ez? M14, juha. Ez egy limitált fegyó volt. Nem tudom. De Gali nem rossz, de az RPK-ban több a lőszer. Nyilván Light Machine Gun. És már le is lőttek minket. Hát igen. Jó ez a galil, nem rossz. Jó volt volna, megkapjuk a izét is. Vagyis szerintem több ilyen lánygyugodos videót nem tervezek. Mert hámas itt a Black Ops 4. És ugye már béta meg is jött, úgyhogy szeretnék azzal is kicsit foglalkozni. És lassan ugye itt a Black Ops 4, úgyhogy szerintem, mert ugye ezek a lánygyugodos videót nem is tudom, hogy nem tudok semmit, nem küldjük. Viktor az megvan. Tehát sok nyit fegyver kiesett, de azt vettem észre, hogy a beleölt pénz az nem olyan hozza vissza az árát a dolgoknak. Mert sajnos hajszitek, hanem ugye ezek a feltöltés dolgok nem olcsóak, de hát az a baj ugye, hogy az a 99 volt, mert ilyen 50%-os ládán mennyire fog esni a dolog. Hát egyet beadott a kettővel, ez is valami, de a Karmic kardot se adta be. Tehát nem tudom, hogy mit tudom, hogy úgyhogy szerintem nem lesz az utolsó ilyen dolog. Nem is szerintem több ilyen lányzatos videót nem tervezek, mert rájuk költött pénz az nem hozza meg a nem hozza vissza úgymond a bevételt annyira. Foglalkozni kéne ezekkel a dolgokkal, de hát már meglátjuk. Ilyen álláspont szerint ugye megjött a Black Ops 4 bétája ugye. Ezt ki is próbáltam már tegnap, de annyira nem láttam át a dolgokat. De majd valószínűleg várok egy ilyen fogom a videót csinálni. Kapott ugye a kódot, hogy előrendelt a játékot, azt szerintem nem megvették egy ilyen kóddal ha előrendelt, de persze a bolt nem megvett egy ilyen kóddal, úgyhogy én is előrendeltem, úgyhogy kíváncsi sem várom a játékot. Hoppá! Ja, nem ilyen, sem sok volt, de sajnos én is tudtam. Őkodik a üzéket, szerteket. Na itt nincs semmi, de jövél. És egy elég jó fegyver hardcore-ba. Hop. És sajnos meg is haltunk. Tudom, ez a galil jó fegyver, de igazából nem tudom olyan fegyveret, amire szívesen mentem. Ez a Gali is rossz, nem azt mondtam, de valami olyasmire vágytam volna inkább úgy mondom, egy szimpatikusabb, és az RPK sokkal szimpatikusabb fegyver. Nem azt mondom, hogy ez nem jó. A Black Ops 1-et nagyon keveset játszottam, de multiba ez a Gali az jó volt, ez tetszett.
egy ember küldtem. Már ketten is támadtak. Úgyhogy na, nem rossz egy fegyver, de én azt ajánlom, hogy értek, ami szerettek menni, és jók is vagytok. Ez a gajvég most konkrétan bénázgatok. Próbálok valamit öldösni. Sniperek. Nem rossz egy fegyver, de nem mondom őszintén, a fegyvere úgymond annyira nem vágytam, mert ez nagyon semleges számomra. Hát, ahogy nézem, a fegyvereknek a legtöbbje. Már a Black Ops 1-ből lett átvéve, ugye volt ez a Galil, volt ez a RPK is. És volt egy-két ilyen úgymond érdekesebb fegyver, ami ugye semmelyik kód részben nem volt benne. De hát... Ami nekem nagyon tetszett ebbe a Black Ops 3-ban, ugye voltak ezek a Black Market-es dolgok. És akkor mindegyik, hát ugye a legtöbb részt csináltak ilyen bemutató videót, és ezt abba hagyták már. És voltak olyan fegyverek, amik ugye a bemutató videó után jöttek ki. Elég hangulatos kis videók voltak szerintem. A legjobban az utolsó tetszett, amelyikben volt ez a szögbelövő, ez a renováló, vagy renyó, és ez például nagyon jó a fegyver szerintem. De nem csak hardcore-ba, hanem izébe is. Nem normál módban is elég jól tud hitelni. Neked egy ilyen vicces, hogy szögbelövőként faszon fog hangálni egy háborúba. Elgondolom, ez egy ilyen kis fán dolog volt a készítőktől, hogy betették. Mindenes, ez le a kalap előttük. Hiszen voltak olyan fegyverek, amik egyik részben se voltak benne. És akik fánból beletették. Úgyhogy csak gratulálni tudok nekik. Úgyhogy tényleg le a kalappal. Ne esetre azt sajnálom, hogy nem folytatták a izéket. Black Market tréleket. Beled lehetett volna tenni. Több jó fegyvert is, de hát ugye nem foglalkoztak annyira vele, hogy ugye készültek erre a nyári jelentre. De hát ez van. Na mindegy, hát minden esetben nem élveztem ezeket az új fegyvereket. Sőt, ugye most volt az új kamó, hoppá, semmi az új csókamós, aha, nagyon jó. Csak sikerült valamit alattam a fegyverrel. Jó fegyver. Ez hogy néz ki már, basszus? Nyomunk egy tankot. Hát ami azt akartam volna, hogy kár, hogy abba hagyták ezeket a úgymond Black Market-es videókat. Csát. Állam gép volt itt ez a Days of Summer Event, azt készültek rá, gondolom. Egyéb lehet, hogy nem volt idejük se. De hát ez van. De minden esetre azért tényleg le a kalappal a készítőket, hogy ki tudtak találni ilyen újfajta fegyvereket. Úgyhogy ez a szögbelövő, hogy volt ez a Rift, ki emlékszik, ez a Rift E9, ez egy ilyen lézeres, lézergömbös ilyen pisztoly volt. És egy elég fán fegyver. De az, hát nem tudom, az is megvan, de hát van olyan fegyver, amit kiúztam, srácok, és nem is mentem vele. Annyira nem érdekelt. Azt nektek még ezt a szögbelőt megmutatom, mert ez nagyon fán fegyver itt van. Renováló. Az egy nagyon kis OP fegyver. De ezt én mindenképp meg akarom nektek mutatni ebbe a kis teszt videóba. Aztán utána majd lehet, hogy foglalkozunk a Black Ops 4-jel valamikor. Mindenesetre ez voltam kilkam ezzel a szögbelővel, hogy egyszerre kettő embert lőttem úgymond keresztül. Tehát amikor pont rányítottam az ellenfélre, kilőttem a szöget, és ugye az őt is elkapta, meg a mögötte lévő embert is, aki nem számítottam. Úgyhogy ez elég vicces kis dolog volt, de és úgy nyertem meg a kört konkrétan, én voltam az utcsó. Ezt mindenképp meg akarom mutatni ezt a feltúg, és pont jó pálya is jön.
fringe-e. Ilyen kis. És persze, mert az egyik kod részből lett átemelve ez a fringe. Szóval gozgó. Van nektek a szögbe lövőt. Nagyon fán fegyver amúgy. Black Ops on mission. Mondtam, Galila fogok menni, de azt szoktam csinálni, hogy ebben szépen beállok. Befekszik. Így a csapattárs fel meg a lehet, hogy nem együtt nincs. Eljönnek az ellenfelek. Lehet, ez kemperésnek számít, de szerintem ez a legcélra vezetőbb. Hoppá, hogy adok is halt. Hát konkrétan tudunk is vagyok is mozgatni a fegyvert, és ugye célhozni is tudunk. Ugyek, és itt vagyunk, úgyhogy nagyon oda kell figyelni. Csak mozogni kell, hogy eltépen adjon. Egymást is lelövik, ugye itt háromszor lelövök a barátodat, akkor idő a játék, hoppá. Sorry, no camping. És nyíljön a velünk, jó. Na is lőttük megint. Arrébb megyünk. Jó, ő is meghalt. Egy jó kis pontszámot lehet ezzel a hangfájtok, már tudják, hogy hol vagyunk. Tehát ilyenkor sajnos vagy menekülve fogjuk a dolgot, vagy ott maradunk a helyünk, viszont akkor ugye meg is halunk. Gyorsan reagáltak. Szóval na, ez a szögbelő tényleg egy jó fegyver szerintem. Aha, szuperesszoros ICR. És az érdekes, hogy nem mutatja, hogy hol volt az ellenfél, tehát nem látjuk ezt a kirkamot, azért szeretem. Néha azért, uha, de néha azért tényleg jó az a kirkam, mi jelünk például. Na, bakker, ez a csáho, ez... Sajnos M16 van. Nem jól már. Nesze. Ez nem, nem látszik, de ez konkrétan az, hogy jön a falhoz. Itt van egy. És ott ugyan olyan a csávó rá, de... Jó, egy, igen. Kettő. Nem jó srácok, csináltam egy double kill-t. Szóval az én is csak tolok valamit a játékba. Hacking, nagyon jó, már hackkelek is. Hardcore mód, egy hit, egy kill. Hát ugye tudhassuk velük, hogy ez tényleg egy hardcore mód. Akiben belőszik, ez megtalálja, hogy nincsen, hogy izé, hogy csal. Hát esetleg nem csaltam sose, egy játékba se. Hogy hoppa, a társam között fejbe lőtt. Nagyon okos volt, ahogy látom. Ezzel a fegyverrel szeretek játszani. De jó is vagyok. Vagy nem, de... De ezt szegyet minden fegyet nagyon szeretem. Úgyhogy ezzel jól szoktam játszani. Hardcore-t meg azért szeretem, mert egyből meghalnak, és nem kell tunkot, hogy egyből a vizét hoppálátok meg is halt. Ellesül ez a fegyver, ez a szögbelövőnek elég jó a pontossága is. De nem is teszünk rá 6-os mentőt, de ugye
Nincsen, nincs, nem volt ez a gyűjt. És nekem ugye scavengerem még, de rátegyeztem egy magot. És rajta egy grip, az én stabilitást biztosít a fegyvernek, úgyhogy ezt a kettőt szoktam használni. Tudjátok, és már is mondjuk fejbe is szoktam ilyenkor lőni néha az elmenfelet, de ilyen álláspont szerint. És meghalsz, és mindenkit kiírtak a francba. Levilleljön a csávó. Volt pedig előtt egy M16-tal. Szóval, ja. Szerintem az legjobb fegyver, ezt próbáltok meg kiúzni. Nagyon jó fegyver, a szögbe lövő. Még ha csak normálba használjátok is, akkor mondjuk is akkor is elég OP. Mivel a hardcore ugye egyből meghalnak az ellenfelek. Ezért sokkal érdemesebb a játékmódba játszani. Csinálsz itt vagy. Mi a fasz csinálsz meg? Na, közös életben már. Mindenki rám jön. Na. Itt halnak egyből. Tehát itt nincs mese. Itt egyből meghalnak az ellenfelek is. Úgyhogy... Alatt hogy játszok inkább ebbe a hardcore módba. Stop camp, hú, már nyilvattyát nem lehet. És először látjátok áron a szájtvon, tehát nem is használok semmilyen. Ez a fegyverhez sem használok semmilyen szájtot. Tudnál valami előtte, vagy? Hú, azaz, na, miért azért borult már csak állítani? Szoktam még ilyeneket, ne ugrok egyet, és ott kúny dövök. Bravo! Halljatok szépen meg. Hát minek kéne csalnom, ez egy hardcore mód. Pont az a lényeg, hogy az ember az a játszó, hogy megtalálnak az ember. Noob, hát jó. Szokásos volt játékos, hogy így. Na, hát igen, mindig. Ez az, hogy az egy nagyon jó fegyver ez a szögbe, de azért kaptam el te bemutatni. Hoppá, és le is lőtt a izé. Sniperes. Ez nem baj. Mert akit ugye nem lehet lenni hardcore-ba se, ott tényleg csal. Láttam olyat, hogy nem volt bántéje, és akkor is meghal. Hoppá. Double kill volt. Tudom, egyszer csináltam, tehát ilyen átlőttem az embert, és akkor még rápattant a szöde másikra is. Ezek pont ezért jók. Ezek a módok. Jó van. Aztán megkaptam egy csalok, ilyen hardcore tényleg nagyon lehet csalni, egy ilyen lehet. Tehát jól játszik arra, mindig azt mondják, hogy csal. Így általános korosítás. Na, úgyhogy ugye csak másik helyen végeztem. Ez egy elég jó dolog. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. És ezóta lányidogatós videóval. Ez milyen? Úristen, noobkéj. Milyen lennék noob, basszus, hogy csináltam 24-14-et. Tehát ezt se értem, ez ilyen idióta, weird player. Na hát minden srácok, ez volt, köszönöm szépen a figyelmet. A lányítőgös videóval együttkötött teszt videó, és találkozunk a legközelebb videóban. Sziasztok! Én ilyen voltam, és ez pedig a Call of Duty Black Ops 3-as videón volt a mai napra. Sziasztok!